a tengeren túlra látogatunk a következő percekben. Egyre jobban közeledik az amerikai elnökválasztás, így célegyenesbe fordult a kampány is az Egyesült Államokban. A legfrissebb helyzetjelentéssel Járai Judit kolléganőm jelentkezik most Washingtonból. Judit, volt itt sok minden eddig is a kampányban, korrupciós botrány, parázs elnökjelölti vita, miközben egyébként dúl a koronavírus járvány is az USA-ban. Mik az esélyek most, hogyan fordulnak rá a felek a kampány hajrára? Nagyjából egy hét van ugye a választásokig. Igen, szervusz, jó reggelt kívánok a nézőknek is. Valóban alig több, mint egy hét van hátra, és az előrejelzések, a legtöbb előrejelzés azt mutatja, hogy Joe Bidennak, a demokraták elnökjelöltjének van előnye nagyon sok tagállamban. Még esetleg az úgynevezett csatatér vagy ingadozó államokban is, ezek az államok azok, ahol általában nem csak republikánus, vagy többnyire republikánusokra, vagy többnyire demokratákra szavaznak, hanem a választói hangulat ingadozik. Ez az általános kép, vagy legalábbis ezt sugallják a fősodratú médiumok, de ha közelebbről megnézzük, azért nem ennyire, ha szabad így fogalmazni, rózsás a helyzet Joe Biden számára. Az úgynevezett csatatér államokban a demokrata párti elnökjelölt népszerűsége csökkenőben van. Egy nagyon érdekes felmérés látott napvilágot a hétvégén a Rasmussen közvéleménykutató intézeté. Hozzáteszem, hogy én a Rasmussent, a Gallupot és még talán a Pew intézetet szoktam idézni, mert ezek azok, amelyek mentesek a politikai befolyásoltságtól, mert a többi, akár a CNN, akár az ABC televízió, amikor csináltad felmérést, akkor, hát hogy mondjam, nem biztos, hogy teljesen objektív az, amit közölnek. Most a Rasmussen egy nagyon érdekes jelenséget rögzített. A múlt hét elején Donald Trump támogatottsága az afroamerikai lakosság, az afroamerikai népcsoportok körében 25%-os volt. Pénteken ez a támogatottság 46%-osra ugrott fel. Két olyan népes választói csoport van, amely meghatározza, vagy meghatározhatja a mindenkori amerikai elnök választások kimenetelét, a spanyol ajkúaké és az afroamerikaiaké. Különösen egyébként igaz ez a spanyol ajkúakra, amely közösségek lélekszáma folyamatosan emelkedik. Visszatérve az afroamerikai közösségek körében elért népszerűség, illetve támogatottság növekedésre, még egy érdekes dolog történt. Múlt héten csütörtökön volt a második és egyben utolsó elnökjelölti vita Trump és Biden között. Aznap már rákövetkező este értékelték a vitát a CNN televízióban is, amelyik eléggé elfogult, enyhén szóval is elfogult Trump ellen és Biden mellett. Megszólaltattak egy elemzőt, egy kommentátort, Van Jonesnak hívják, ő afroamerikai férfi, és korábban, még sok-sok évvel ezelőtt az első afroamerikai elnök Barack Obama mellett is dolgozott. Társadalomszervezéssel foglalkozik. Van Jones, aki liberális elemző, azt mondta, hogy hát hitelt kell adni annak, hogy Donald Trump nagyon sokat tett az Egyesült Államokban élő afroamerikai közösségekért. Korábban nagyon régen tettek amerikai elnökök ilyen sokat, megerősítették az oktatási rendszerüket, támogatta anyagilag az úgynevezett fekete főiskolákat, fekete egyetemeket, és megjegyezte, hogy Trump elnök nem kap elég dicséretet, vagy nem kap elég elismerést azért, hogy milyen mértékben támogatta az afroamerikai közösségeket. Itt zárójelben azért megjegyezném, hogy Donald Trump korábban, 10-20-30 évvel ezelőtt üzletemberként nagyon sokat áldozott a fekete közösségek anyagi támogatására is. Fekete polgárjogi harcosokat támogatott a küzdelmükben, anyagilag is és erkölcsileg is. Úgy látszik tehát, hogy eléggé változékony, volatilis, változékony a helyzet egy héttel az amerikai elnökválasztások előtt. Nem biztos, hogy Joe Biden támogatottsága olyan mértékű, ahogyan azt a legtöbb közvélemény kutatóintézet jellemzi, vagy bemutatja. Még egy érdekes fejlemény, hogy ha megnézzük a republikánus lapokat, a republikánus oldalakat és bejegyzéseket a közösségi médiában, akkor azért sokan másfajta szempontok alapján is vizsgálják az elnök és az elnök jelölt esélyeit, tehát Donald Trump és Joe Biden esélyeit.
kiderítették például, modelleket állítanak fel, hogy le lehetne vonni következtetéseket az előválasztásokon elért eredményekből, illetve az előválasztásokon felmutatott szereplésből is. Ennek alapján Joe Biden nem mutatott fel igazán eredményes küzdelmet. Az előválasztásokon rendre nem ő került ki győztesen a demokrata párti politikusok sorából. Alelnök jelöltje Kamala Harris pedig viszonylag korán ki is lépett az elnök jelöltségért folytatott küzdelemből, mert nem volt olyan mértékű támogatottsága, ami őt arra bátorította volna, hogy továbbra is küzdjön az elnök jelöltségért. Tehát nagyon izgalmas hét előtt áll az Egyesült Államok, meg hát nyilván a nagyvilág is figyeli. Tegnap, azaz vasárnap a szokásos politikai vitaműsorokban, amelyek itt a nagy televíziós csatornákon mennek, Ronna McDaniel, a republikánus párt elnöke, republikánus országos bizottságnak hívják ennek az elnöke, Ronna McDaniel, aki egyébként unoka a húga Mitt Romney republikánus szenátornak, azt nyilatkozta, hogy amennyiben Joe Bidenék nyernék meg az elnökválasztást, az Egyesült Államok történetében soha nem látott radikális baloldali fordulat történne meg, és ezt a republikánusok hát nem javasolják az amerikai választóknak. De hogy te is fogalmaztál, izgalmas lesz a bő egy hét múlva esedékes elnökválasztás tehát az Amerikai Egyesült Államokban. Járai Juditnak Washingtonból köszönjük, és akkor folytatjuk tovább a témát. A célegyenesbe fordult át az elnökválasztási kampány az Egyesült Államokban. Sokan azt mondják, hogy emberemlékezet óta nem volt ilyen heves versengés a demokrata és a republikánus jelölt között. Nézzük, hogy mit mond a szakértő. Koskovics Zoltánt, az Alapjogait Központ elemzőjét kérdezem a következő percekben. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és jó reggelt kívánok a kedves nézőknek is. Múlt héten volt ugye az utolsó elnökjelölti vita, és valóban azt látjuk, hogy ahány közvéleménykutató, annyiféle eredmény, itt a tudósítónk is beszámolt arról, hogy nagyon változékony a helyzet. Olyan 5% körüli előnyt mérnek most Joe Bidennek, ugyanakkor például, amit Judit említett, a Rasmussennek az elemzését, például Floridában már Trump vezet, és ugye Florida az egyik kritikus állam az elnökválasztási küzdelemben. Melyek ezek a bizonyos államok, amelyek eldönthetik ezt a küzdelmet, és hogy állnak most itt a jelöltek? Mennyire változékony a helyzet? Nagyon sok van idén. Floridát említette, Florida minden esetben előjön. Szintén minden elnökválasztásnál ott van Ohio állam. Mind Florida, mind Ohio most inkább Trumpnak áll, de tényleg nagyon minimális különbségeket mutatnak a közvéleménykutatók. Nem csak a Rasmussen mérte a Trump előnyét Floridában, más közvéleménykutatóknál is volt, vagy döntetlen, vagy minimális Trump előny. Ohio, Florida mellett ott van mindig Wisconsin, egy nagyon érdekes harc folyik ott jelenleg, és ott van Michigan, ami talán a legeslegérdekesebb politikai szempontból, hiszen egy bőszen Trump ellenes kormányzó nő vezeti ezt az államot, Gretchen Whitmer. Akit egyébként állítólag az FBI szerint megpróbáltak megpucsolni mindössze pár héttel ezelőtt. Úgyhogy hihetetlen történeteket hallunk az Egyesült Államokból szó szerint, és nem szabad kihagynom Pennsylvania államot, ahol szintén nagyon szoros a verseny, ott pedig az államnak a legfelsőbb bírósága kavarja most a kedélyeket a levélszavazatokkal kapcsolatban. És ugye vannak azok az államok, ahol ugye az viszi az összes elektori szavazatot, aki több szavazatot kap. Tehát hiában, ugye ezért állhat elő olyan helyzet az amerikai választási rendszerben, hogy egy olyan ember nyeri a választást, aki szám szerint kevesebb szavazatot kap, de ugye megvan a választási rendszernek ez a bonyolultsága és sajátossága. Ugye ezek is nagyon érdekes helyzeteket idézhetnek majd elő. Igen, az államok túlnyomó többségében az a helyzet, hogyha egy szavazattal többet kap a jelölt, akkor ő viszi el az állam összes elektorát, és itt ez relatív többség is elég. Ugye nem beszélünk róla, de a két vezető párt elnökjelöltje mellett még két másik országos jelölt is indul. Nem fognak sokat vinni, de 1-2-3, akár 4%-ot közösen elvihetnek az összes szavazatba. Ilyen közeli eredmények mellett ez számíthat. Itt a legutóbbi vita, ami ugye csütörtökön volt, és ez ott az utolsó elnökjelölti vita, ennek a hangneme egy picit, mintha eltért volna a korábbitól. Donald Trump elnök most visszafogottabbnak bizonyult, ugyanakkor az ellenfele Biden többször is például gúnyosan ez a pasas megszólítással illette az elnököt. Miért változott meg? Ugye az első elnökjelölti vitán ott az elnök volt a szenvedélyesebb, bár Joe Biden sem maradt adós. Joe Biden sokat nem változott az első vitához képest, körülbelül ugyanabban a stílusban viselkedett az utolsó elnökjelölti vitán is. Donald Trump visszafogottabb volt valóban, ez annak tudható be, hogy
Állítólag sajtóértesülések szerint az összes vezető tanácsadója a kampányon belül azt javasolta neki, hogy legyen lényegesen visszafogottabb, és hagyja Joe Bident beszélni, hát ha mond valami Joe Bidenre jellemző zagyvaságot. Sajnos nem ritkán fordul elő, hogy Joe Biden belezavarodik abba, amit mondani szokott. Ugye hagyta őt beszélni, és Biden beszélt is, de például nem arra, érdekes módon nem, hogy mi a helyzet a fia ukrajnai ügyeivel, ugye talán az idei elnökválasztásnak ez volt a legnagyobb botránya. Trump szóba hozta Hunter Biden ügyeit, ukrajnai ügyeit, és azt, hogy ő úgy fogalmazott, hogy tulajdonképpen Hunter áruba bocsátotta azt, hogy az apja révén bejárása van a Fehérházba. A demokrata jelölt érdemben nem kommentálta ezt a kijelentését az elnöknek. Milyen hatással lehet ez a botrány, vagy van ez a botrány Biden kampányára, az ő támogatottságára és a választás során, amikor majd konkrétan szavaznak ugye a polgárok, akkor ez hogyan jöhet ki? Hogyha Joe Biden végül elveszíti a választásokat, akkor a közvélemény úgy fogja gondolni, hogy emiatt a botrány miatt veszítette el a választásokat, nem lesz feltétlenül igaz a közvéleménynek, de kétség kívül ez most a kampányfinis leghangosabb botránya. És nem csak maga a korrupciós ügy számít itt, Hunter Biden bizonyítottan korrupt. Édesapja nagy valószínűséggel az e-mailek alapján szintén részt vett bizonyos fokig a korrupcióban. Azonban a legnagyobb botrány az az, ahogy a tech cégek reagáltak erre, ennek a botránynak a kitörésére, és a második ezután, ezt követően az, hogy az állítólag független és objektív amerikai sajtó hogyan reagált erre a botrányra. A CNN, az NBC, általában az amerikai fősodor egész egyszerűen nem hajlandó ezzel a botránnyal foglalkozni, vagy ha mégis foglalkozniuk kell vele, akkor azt állítják, hogy az orosz dezinformáció. Ezt pedig tudjuk, hogy nem igaz, hiszen az országos hírszerzési igazgató megerősítette, hogy ez nem így van, semmi hasonló információ nincs arra vonatkozólag, hogy az oroszok beavatkoztak volna így az Egyesült Államok választásában. Másképp igen, de nem a Hunter Biden laptop botrányával kapcsolatban. Említette már a levélszavazatokat, ugye ez is egy nagyon érdekes kérdése a mostani voksolásnak. Vannak olyan becslések, hogy a szavazatok felét levélben adhatják le, ugye itt a járvány miatt nagyon sokan választják most ezt a formát. Milyen bonyodalmakat, fennakadásokat okozhat ez? Vannak, akik azt mondják, hogy akár egy hetet csúszhat a végleges eredmény bejelentése. Csúszhat ennél többet is, őszintén szólva. Valóban, és hihető az a feltételezés, hogy a választók 70 millió választó, a választók 50%-a fogja levélben leadni a szavazatát. Ez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy meg fogják támadni a levélszavazatokat. Hiszen lényegesen egyszerűbb dolog a szavazó számára személyesen leadni egy szavazatot. Amennyiben levélszavazatokról van szó, ott több lépést kell végigcsinálni, meg kell címezni azt a borítékot. Ha van biztonsági boríték, akkor azt viszont nem szabad megcímezni. A címzésnek pontosnak kell lennie. Senki nem írhat el egyetlen egy betűt sem a címben, sem a saját nevében. Ez egy bonyolult feladat, több hiba lehetőség van, és bár például Magyarországon is sokkal jobban megvan oldva, sokkal tisztábban megvan oldva a levélszavazás, mint az Egyesült Államokban, ahol meglehetősen kaotikus a rendszer, nálunk is az a helyzet, hogy a levélszavazatokat nagyobb arányban érvénytelenítik különböző formai hiba miatt. Ez a világ minden országában így van, és az USA-ban is erre kell számítanunk. És itt nagyon fontos még azt tudni, hogy az előrejelzések szerint, a közvéleménykutatók szerint Joe Biden támogatói körülbelül kétszer olyan annyi arányban, akkora arányban szeretnének levélben szavazni, mint Trump támogatói. Úgyhogy előre lehet tudni azt, hogy lényegesen több Joe Biden szavazat érkezik majd levélben. És lényegesen többet kell majd érvényesíteni ezekből, mint a személyesen leadott szavazatokból. Koskovics Zoltán.